Kora hajnalban kezdődött az immár hagyományos Böllér Fesztivál. Negyedik alkalommal rendezte meg Murakeresztúr és Fityeház önkormányzata és egyházközsége a Muramenti Manatságok című eseményt, amelynek célja a népi hagyományok megőrzése és továbbvitele. Régebben még a gyerekkorunkban, ami voltak tolfosztások, kukoricafosztás, disznóölés, meg egyéb ilyen családi összejövetelek, ezek elmaradtak, és az utókornak el kell mondani, hogy meg kell mutatni azt, hogy annak idején hogyan is éltek az őseink. 9 csapat nevezett a Böllér versenyre. Gőzerővel és jó hangulatban készült a hajnalban vágott disznókból a töpörtyű, a pecsenye, a kolbász, a hurka és meg annyi finomság. A környékbeli csapatokon kívül a horvátországi Kotoriba tűzoltói is a kondélok körül szorgoskodtak. A kotoribai szikracsapók neveztek be a versenyre, úgyhogy egy olyan színfoltot adnak úgymond a fesztiválnak, ami itt Magyarországon nálunk nem szokás, például ők forrázzák a disznót, amikor levágják, nem pörzsölik. Cseresnyés Péter a fesztivál megnyitóján reményét fejezte ki, hogy visszatérhet a vidéki magyar portákra a disznóvágás hagyománya. Lehet látni és kedvet meghozni mindenkinek ahhoz, hogy esetleg otthon családi körbe is megtegye. Ez még akkor is, hogyha ez nagy munkát jelent, de higgy el mindenki, egy-egy ilyen munka alkalmával azt a kis csapatot, a családot, rokonságot, barátokat össze tudja hozni a közös munka. És ha másért nem, ezért is nagyon fontos egy-egy ilyen hagyományosnak tűnő és hagyományokat őrző fesztiválnak a megrendezése. A vendégek adományjegyek ellenében korlátlanul fogyaszthattak a készülő finomságokból. A bevételt a Murakeresztúr Fityeházi Egyházközség céljaira fordítják a rendezők.